Stúdió vendégünket alig ha kell bemutatni, hiszen nagyon sokáig volt önkormányzati képviselő itt Zuglóban. Vendégünk Harag Péter, jelenleg a Lipták Villa tagintézmény vezető. Milyen programok vannak, minek a mentén szervezik egyáltalán a programokat itt? Köszöntöm én is a nézőket. Lipták Villa tulajdonképpen egy olyan intézmény, ami Zuglónak a legmeghatározóbb, legrégibb és legjellegzetesebb épülete, ez egy külön felelősség, úgy gondolom ezt az intézményt vezetni, és ebben programokat szervezni. Három pillére építjük programunkat, programjainkat, Liptek Galéria néven kiállításokat szervezünk, szép és nagy terű fal felületeink vannak, ezek megvilágíthatóak, így különböző képzőművészeti alkotásokat tudunk oda szervezni, amely hónapról hónapra megújul. Második pillér, amiben működünk, és ennek nagy múltja van a villában, hiszen sokáig zegzúk gyerekházként ismerték a Lipták villát. A foglalkozások, programok, amelyek gyakorlatilag az óvodásoktól a nyugdíjasokig különböző heti elfoglaltságot és szabadidős foglalkozást kínálnak az érdeklődőknek. Harmadik pillérünk pedig a saját programjaink, ezek között színházi előadások, gyermekszínházi előadások, komoly zenei sorozatok és még egy kis gasztronómia is belefér. Ezek mentén szoktunk működni, és természetesen van nyára minden évben megújuló új tematikával egy, -egy nyári tábor, ez két hét, két időtartamot vesz igénybe. Tehát a óvodás kortól a nyugdíjasig mindenki megtalálja számára kellemes programot. Mi az, amiben eltér az eddigiektől? Vannak-e újabb ö, olyan programok, amikkel eddig nem nagyon találkozhatunk? Egyfelől alkalmazkodnunk kell ö, a közeghez, hiszen ne felejtsük el, hogy a Városliget a Villa negyedében található, ez a szintén Villa épület, ez egy patinás ö, intézmény, így ö, próbáljuk úgy formálni a, az eseményeket, a kulturális kikapcsolódást ö, kínáló programokat hogy hogy ez mindenképpen idomuljon az ott élő közösség és, és a meglévő hagyományoknak is természetesen. Ha a foglalkozásokat nézzük, akkor nagyon színvonalas, hétről hétre való foglalkozásokat kínálunk. Gyermekeket figyelembe vesszük, mint ahogy említettem, a hagyomány az minket kötelez ilyen szempontból. A gyermekfoglalkozások közül kiemelném a balettot, ami nagyon népszerű, Magyar állami operaház balettművésze oktat nálunk. Igen, szeretik a szülők is, és igen, komoly fejlődést is élnek el a gyermekek. De például olyan szintén a fiataloknak kapujéra foglalkozás van, amit egy eredeti brazil kapujéra oktató tart nekünk. Megértjük egymást különböző nyelveken, és szintén egy komoly színvonalat képvisel. Ha az idősebbek generációnak nézzük a foglalkozásokat, akkor többféle tematikus és speciális női tornát szervezünk a villában. Ezek a női tornák közül például gyógytornászok is oktatnak, nem egy gyógytornászunk van, azt hiszem korunk betegsége a gerinc probléma, ezzel ott még ha nem is orvosi szinten, de szakmai szinten foglalkoznak torna formájában. A kiállítások számomra azért kedvesek, igyekszünk szintén a térbe térbeillő profilt, a térbe térbeillő színvilágot és formavilágot létrehozni. Én azt szeretem a legjobban, amikor egy-egy olajfestményt ki tudunk állítani, olajfestmény kiállítást, de volt már rá példa, hogy goblen kiállítás volt, tehát szűtesek voltak a falon legutóbbi, legsikeresebb kiállításunk a 70 éves a magyar forint kiállítás volt, be, be tudtuk mutatni a forint történelmét, történetét, most pedig az idei, e fél évi áprilistól látható ez a Léptár villa falain, a kódexíró Iro, Codex Iro hölgynek az alkotásai, ez egy nagyon kivesző szakma és kézzel ilyet hónapokig tartó munkával elkészült alkotásokat láthatunk áprilisban a Lipták Villa falain. A kiállításokra maguk keresik meg a kiállítókat, vagy ők is jönnek, hogy hú, szeretnénk mi itt ki kiállítani? Vegyes, vegyes a kép, természetesen amatőr kiállítókat ö, fogadunk elsősorban, minket is megkeresnek, ö, illetve úgy gondolom, hogy a Cserepes Kft. összes tagintézményét egyfajta kuratórium is összeáll, amik ö, bírál a, a fenntartó Kft.-n belül, hogy Profilban mi illik inkább a civilházba, cserepesházba, zugló ifjúsági centrum ifjúságot érdeklő megmozgató kiállítás, vagy éppen a lipták villába, de előfordul az, hogy, hogy esetleg saját ötletből, vagy egy saját tapasztalatból, és nyilván szakmai szempontokat is figyelembe véve, mi keresünk meg közepes vagy ismertebb művészt, hogy, hogy tisztelje meg azt, hogy egy hónapig a, a lá, odalátogatók a, a falon az ő műveit láthassák. Azt még mondjuk el azért, hát, ha valaki nem tudja, hogy hol található ez az intézmény. Az intézmény a Hermina út három szám alatt található, ez egy nagyon jó, megközelíthető helyen a Tököli út és a Hermina út találkozásánál kereszteződése mellett. Gyakorlatilag a szakrendelő mellett két házzal itt talán könnyebb megjegyezni és hogyha odatérnek a látogatók, és figyelik a Facebook oldalunkat és a honlapunkat, akkor adott esetben olyan színházi előadásokat is felfedezhetnek, ahol nem kisebb művészek is megfordultak nálunk, mint Mikó István, Csomor Csilla, Eszter Gályos Cecília, Rubol tud Hosszasan tudnám sorolni ezeket. Igyekszünk mindig uh, nívós, kisebb uh, előadásokat, tehát kis létszámú, hiszen ez egy dobogó, egy, egy, pódium színpadról van szó, megtölteni, és a családi vasárnapok olyan, olyan um, rendszeres programot kínálnak nekünk, ami, ami, és a családjainknak, ami azt hiszem, hogy a legerősebb törzs rendelkezünk a programsorozatok közül a családi vasárnapoknál, nem beszélve az arról a megújuló gasztronómiai eseményről, ami szintén nagy érdeklődésre tart számot a középkorosztály számára. Ez most egyre divatosabb mindenhol a nem. gasztronómiával foglalkoznak. Ahogyan az érdeklődés van rá. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és azt, hogy befáradt a stúdiónkba. Mi köszönjük a lehetőséget.